Jó napot kívánok, üdvözlöm Önöket! Ezt a rendkívül száraz témát megpróbálom. Jó napot kívánok, üdvözlöm Önöket ismét! Ezt a rendkívül száraz témát megpróbálom egy kicsit barátságosabbá tenni az Önök részére. Ezek lesznek a fő témáink. Bevezetésképpen annyit szeretnék elmondani, hogy van-e valaki, akit nem érdekel az, hogy az adóforintjai, amik közpénzé válnak, hogyan költik el. Esetleg a személyes adataikat mire használják. Azt hiszem, hogy ez mindenkinek rendkívül fontos, de belegondolunk-e abba, hogy naponta milyen adatkezelésekkel foglalkozunk mi, vagy esetleg mások foglalkoznak a mi adatkezelésünkkel. És ez az a téma, ami köré gyűlnek a kérdések és a szabályozások. Naponta változik a jogértelmezés gyakorlata. Ez a rövid idő alatt inkább az érdeklődésük felkeltésére vállalkoznék, azzal, hogy valamennyire kezelhető formában a jogi környezetet megkísérlem Önöknek elmondani. Mi a védelem célja? Ugye kettős, mert vannak privát adatok, a személyes adatok, és vannak a közérdekű adatok, ezeknek a nyilvánosságát kell biztosítani. Az információs önrendelkezési jog pedig a személyes adatok védelméhez való jogot jelenti, amelynek hosszú története van. Már az 1500-as években Thomas Morus megkísérelte 8. Henriktől a szólásszabadság intézményét, az információhoz való jutás szabadságát megszerezni, vagy ennek az engedélyezését biztosítani, míg Magyarországon a demokratikus jogállam megteremtésével épült ki fokozatosan az adatkezelési jogszabály rendszere. A legutolsó komplex jogszabályi rendszer, az infotörvény és ehhez kapcsolódó végrehajtási rendeletek, a 2011 évi 112-es törvény, amiben meg lehet találni a számunkra szükséges adatokat és eligazodást és szabályozást. Természetesen az alaptörvény megfelelő cikkei is tartalmaznak utalásokat arra és tételes rendelkezést, hogy hogyan kell a közpénzekkel való gazdálkodással összefüggő adatokat nyilvánossá tenni. Az elektronikus információszabadsággal összefüggésben hoztam önöknek két kormányrendeletet csak így címszavakban. Ez a kötelezően közzé teendő adatoknak az elektronikus felületét, ezzel kapcsolatos szabályokat tartalmazza, milyen tagolása lehet a menünek, akit ez érdekel, bővebben ezekben a jogszabályokban tekintheti meg, de egyébként az összes közfinanszírozott szervezetnek az infotörvény szerint kötelezően közzé teendő adatait ilyen struktúrába kell bontani a saját weblapján, mint ahogy ebben a jogszabályban benne van. Hogy folytassuk a közérdekű adatokat, hogy eljussunk a privát adatokig. Itt egy borzasztóan részletes és aprólékos jogi definíciót találunk arról, hogy mi minősül közérdekű adatnak, ez az infotörvény szabályozása tartalmazza. A lényege az, hogy a közfeladatot ellátó szerv a közfeladat ellátással összefüggésben keletkezett adatait köteles közzé tenni. Ez a közérdekű adat. Egyébként, ahogy említettem, az infotörvénynek a mellékletében vannak benne azok az adattartalmak és struktúrák, ahogy ezt közzé kell tenni. Hozzáteszem, hogy a magyar múzeumok nagy része szintén közfinanszírozott költségvetési szervezet, általában költségvetési szervezeti formában működik, ezért ott a weblapokon megtalálhatóak ezek az adatok. És melyek a közérdekből nyilvános adatok? Ezeknek a megkülönböztetése azért fontos, mert még egy automatikus közzététel van a közérdekű adatnál. A közérdekből nyilvános adatok azok nem automatikusan közzétendő adatok, de ha igénylik,
az állampolgárok vagy bárki szervezet, akkor köteles egyedi kérelemre a közfinanszírozott szervezet ezt az adatot kiszolgáltatni, egészen odáig, hogy például egy múzeum igazgatónak mennyi a fizetése. Jogszabály szól arról, hogy milyen gyorsasággal kell ennek a kérelemnek eleget tenni, és ez vonatkozik arra is, hogyha közérdekű adatot elfelejti közzétenni, de valaki megtudja, hogy ilyen van, nyilvánosságra kerül, akkor ugyanúgy ez a nyilvános adat megismerésre vonatkozó kérelmet szóban, írásban, elektronikus úton vagy papírformában be lehet nyújtani, és kötelesek legfőjebb 15 napon belül válaszolni. Azt, hogy ez ingyenes, főszabályként ingyenes, de lehet kérni érte ellenértéket, erre egy külön jogszabály vonatkozik, de majd, ha szükséges, akkor megkeressük, most ez nem tartozik ide. Nagyon lényeges kérdés, hogy nem minősül üzleti titoknak, például egy múzeum és egy másik, akár privát szférába tartozó szervezetnek a szerződése, méghozzá azért nem, mert vagy állami önkormányzati költségvetésből, vagy uniós támogatás felhasználásával kerül kifizetésre az ellenérték, ezért az összes ilyen adat, ez kötelezően nyilvánhozandó, így például a műtárgyvásárlásoknak az ellenértéke is, ha azt a állam vagy önkormányzat vásárolja meg ezekből a közpénzekből. A nyilvánosságra hozatalnak vannak azonban korlátai, így például a védett ismeret tekintetében, és erre vonatkozik, ez nem jelenti a teljes titoktartást, hanem azt jelenti, hogy ez a védett ismeret, ez olyan szellemi termék, amely üzleti titok lehet, de ezt konkrétan ezt nem lehet kiadni, de minden mást, ami ennek a megvásárlásának a körülményeivel megszerzésének körülményeivel kapcsolatos, az egyedi ügyben, egyedileg hozott döntés, persze a konkrét ügyre vonatkozóan. Itt már azért van, ami üzleti titkot képezhet, és van az, ami olyan terület, amit közzé kell tenni, illetve adatot kell róla szolgáltatni. Az üzleti titok, illetve a know-how-nak a fogalmát egyébként elég frissen hozott 2018 évi 54-es törvény egyik paragrafusa definiálja. Szerzőjogok védelme és az információs szabadság szintén olyan kategória, amit egy külön törvény szabályoz, és nem kategórikus a kötelező közzététel. Itt elsősorban a másolat kiadása jöhet szóba, tehát ennek a szerződésnek a másolatának a kiadása, de maga a mű az mindaddig, ott erőteljesen érvényesül a szerzőnek a szerzői személyes joga, tehát a nyilvánosságra hozatal, a mű egységének megőrzésére való védelmi cél és a szerzői minőséghez kapcsolódó egyéb jogok, szerzőjogi minőség feltüntetése és így tovább. Ezt ugye a még nyilvánosságra nem hozott mű tekintetében a betekintés biztosításával is előleget lehet tenni a nyilvánosság vagy adat megismerési jognak és kötelezettségnek. Az OMIK tevékenysége, ezek előttünk ismertek, hogy melyek azok a fő tevékenységek, amelyek a múzeumok számára végeznek, és a kultúra számára itt Magyarországon. Koordinálási, háttérintézményi tevékenység, egységes nyilvántartási feladatok ellátása, szakmai képesítési követelmények, akkreditált képzések kidolgozása, koordinációja, digitalizálási projektek, ezek mind széles körben és mindenki által ismertek ezen a helyen, de ami új feladat az adatkezelési szempontból, az az, hogy a
minőségi irányítási rendszer jelenlegi továbbfejlesztése és bevezetése a múzeumok működésébe integrálja vagy adaptálják az ezeket a GDPR személyes adatokra vonatkozó szabályait a múzeumi minőségi irányítási rendszerbe, ezzel a múzeumok működésébe. És kiket érinthet a múzeumok működésében az adatkezelés? Ugye a vedő üzleti partnereket, a munkáltató jogokkal összefüggő tevékenységet, a közönségkapcsolatok, a weblapok, hírlevél regisztráció, vendégkönyv, panaszkezelés és így tovább. Ugye a GDPR alkalmazásának teljesen egyszerű és pragmatikus célja a múzeumban, hogy a személyes adatkezelés jogszabályi feltételeit betartsuk, az adminisztrációt optimalizáljuk, ne essünk túlzásokba, hogy ez gyakran előfordul mindenféle szakterületeken, de ugyanakkor a műtárgy biztonságos őrzését is biztosítsuk. Ugye itt figyelmükbe ajánlom a különböző kamerarendszerek és digitális ellenőrző berendezéseknek a használatát és alkalmazását. Hogy áttérjünk kizárólag a GDPR-ra, ez akkor csak a személyes adatok kezelésére, ezt ebben a listában soroltuk föl, hogy mi az, ami szükségessé tette az egyébként már meglévő, korábbi években kiadott és alkalmazott, és egyébként az új infotörvény is ezekre és a korábbi is ezekre az elvekre épült föl, de itt egy nagy változás van a GDPR működtetésében, céljaiban. Tehát ugye olyan rohamosan fejlődik az információs társadalom, új technológiák, amit a hölgyek, urak nálam sokkal jobban ismernek, hogy számunkra is világos, hogy mindenféle személyes adat egy komoly termék, üzleti szempontból igen nagy jelentőséggel bír. Ezáltal azok a személyek, akiknek a személyes adatai forognak a piacon, azok nagyobb veszélynek van kitérve, és igen nagy szükség van egy olyan egységes szabályozó rendszerre, ami az Európai Unión belül biztosítja az egységes és szabad adatkezelést, áramlást, biztonságot, és a különleges adatok tekintetében is az egységes védelmet, és ezért fogadták el ezt az új, mi már csak röviden GDPR-nak becézett általános adatvédelmi rendeletet, aminek a bevezetésére gyakorlatilag 2 éves időnk volt. Nagyon lényeges, hogy itt nem csak a nagyobb veszélyek tekintetében hivatkozni kell a technológiai kérdésekre és az adatok illetétele megszerzésének a megakadályozására. És nagyon fontos, ahogy kezdtem említeni már, hogy az Európai Unió belső és az Európai Unió tagállamok és harmadik államok kapcsolatában hogyan működjön a biztonságos adatkezelés és adat továbbítás, egyáltalán lehetséges-e. A GDPR ugye egy általános szabályt ad, ami egységes vállalati és állami gyakorlatot és Európai Uniós hatósági gyakorlatot is fog eredményezni, mert a szabályozás erre így mind kiterjed. De vannak egyes adattartalmak, vagy adatfélék, féleségek, amiben lehetséges ágazati szabályok kialakítása akár az uniós gyakorlattól eltérően, illetve a tagállamok várható, hogy egyedi szabályokat tesznek. Van, amiben már van egyedi szabályozás, azt majd később fogjuk látni. Az ágazati szabályozás Magyarországon még nem létezik, de most közeljövőben várható, hogy lesz ilyen. A személyes adat fogalma? Hát ezt itt egy nagyon szintén igen bonyolult definícióval írja le a jogszabály. Én azt tudom tanácsolni önöknek, hogy amikor ez bármilyen személyes adattal, akár a saját adatainkból kiindulva, név, lakcím, édesanyja neve és így tovább,
azokat akkor gyulladjon ki egy ilyen figyelmeztető tábla, hogy óvatosan kell kezelnem. A személyes adatkezelés ez egy veszélyes üzem, függetlenül attól, hogy én egy munkáltató vagyok, vagy csak a szomszédról, a személyes adatairól van szó. Az adatkezelés alapelvei, ezeknek kell megfelelnie minden egyes elemében az adatkezelésnek, tehát ez nagyon fontos, jogszerűség, tisztességes eljárás, átláthatóság, a fogalmaknak a normális magyar megfelelő tartalmát kell ezzel alatt érteni, célhoz kötöttség alatt szintén, csak meghatározott célból, csak olyan adatot kezelünk jogszerűen, alapelveknek, jogszabálynak megfelelően, ami feltétlenül szükséges. Ez az adattakarékosság, feleslegesen semmilyen adatot nem kell gyűjteni, főleg nem úgy, hogy de jó lenne, ha még erről is, meg arról is, meg amarról is lenne dokumentumunk a munkaügyi nyilvántartásban. A pontosság szintén nagyon fontos, hogy csak aktuális, élő, létező adatokat gyűjtsünk. Korlátozott tárolhatóság azt jelenti, hogy nem örökké gyűjt, vagy örökké tároljuk, hanem meghatározott ideig, erre külön jogszabályi rendelkezések vonatkoznak, és így tovább, és így tovább. Ha megsértik a személyes adatok kezelésére vonatkozó elveket, törvény, akkor elsőként az adatkezelőhöz kell fordulni kérelemmel, leírni benne, hogy mi volt a jogsértés tárgya. Ha nagyon súlyos, de nem kaptunk rá megfelelő választ, akkor a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatósághoz is lehet jogorvoslati kérelmet benyújtani, illetve legvégeső esetben bírósághoz is lehet fordulni. Az ötödik cikk, a GDPR ötödik cikke rendelkezik a jogalapokról. Felhívom a figyelmet, hogy kizárólag akkor jogszerű az adatkezelés, ha minden egyes kezelt adat tekintetében, tehát az anyja neve, a születési helyi idő, és így tovább, megfelel valamennyi alapelvnek, az adatkezelés teljes időtartama alatt, és mindezekért, hogy ez így megfelelő legyen, tehát jogszerű legyen az adatkezelés, ezért az adatkezelő felelős, és neki ezt igazolnia, dokumentálnia kell tudni évekre visszamenőleg, hogy ez így az ő adatkezelése az jogszerű volt. Az érinteti a jogalapok, milyen alapon, mi a jogcíme annak, hogy én adatot kezelhetek? Érintett hozzájárulása egy vagy több célra. Ez felhívom a figyelmet, hogy például a dolgozónak ahhoz a hozzájárulása, hogy kamerás megfigyeléssel ellenőrizzek, ez nem kezelhető, mert a dolgozó és a munkáltató között nincsen olyan hatalmi egyensúly, amiben feltehetjük, hogy a munkáltató, aki egyébként monopol helyzetben van, ezzel ő akár burkoltan vissza is él. A szerződés teljesítéséhez szükséges az adatkezelés, ez azt jelenti, hogy ha két fél akar szerződést kötni, akkor az abban szereplő személyes adatok, azok feltehető, hogy kialakul ez a harmónia, a hatalmi egyensúly, és ezért mind a két félnek szuvenír joga az, hogy megadja vagy ne adja meg az adatait, tehát itt ez megfelelő jogalap lehet. Az adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítéséhez szükséges az adatkezelés, ez ugye jogszabályon alapulhat feltétlenül. Ha létfontosságú érintett érdekekre hivatkoznak az adatkezelés jogalapja tekintetében, az minden esetben elsősorban az élettesti épség védelmével összefüggő adatkezelés lehet. Közérdekülben, hogy közhatalom gyakorlására, az például egy hatósági engedély vagy bírósági peres eljárás, az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdeke érvényesítéséhez szükséges jogcím, ez nem lehetetlen, ehhez azonban egy érdekmérlegelési tesztet kell elvégezni az előnyök, hátrányok figyelembevételével az adatkezelőnek. Ez tipikus esetem a gyakorlatban, például a kamerás megfigyelések, ahol ha még eddig nem volt kamerás megfigyelés, most akarom bevezetni, akkor egy adatkezelő védelmi hatásvizsgálatot kell készítenem, majd egy
érdekmérlegelési tesztet, és ennek az eredményéből dönthetek úgy, hogy ez az egyetlen olyan eszközmód, hogy azt a célt, ami például lehet vagyonvédelem, azt érvényesíteni tudjam. Tehát a felesleges és más úton meg nem valósulósítható, tehát felesleges adatkezelést nem lehet kivitelezni, és csak olyan adatkezelést lehet elhatározni, amely semmilyen más adat vagy felvétel vagy adatkezelés útján nem valósítható meg. Nem szabad elfelejtenünk, hogy ma papíros alapú és digitális adattartalmak is vannak. Ehhez képest a beépített és alapértelmezett adatvédelem, az adatok biztonsága mind a papíros, mind pedig a digitális tartalmakra is kiterjed. Ez technikailag sokszor borzasztóan nehéz megvalósítani, mert az azt jelenti, hogy a 10 évre visszamenőleges munkavállalói nyilvántartások, múzeumi munkavállalók vagy kutatói nyilvántartásoknak olyan szintű adatkezelést kell biztosítani, ami a zárhatóságtól kezdve sok mindent igényel, de ez ugye jelenleg nem gyakorlat, és ezt az egész folyamatba kell beépíteni, tehát az adatkezelés minden pontjában. Ez jelent valamit nekem? Akkor sietek. Oké. Tehát a nagyon nagy gondot kell fordítani arra, hogy folyamatosan biztosítsuk a 100%-os adatvédelmet. A személyes adatok kezelése a múzeumban, kik lehetnek az érintettek, az üzleti partnerek, a munkavállalók, ezek családtagjai, esetleg múzeumpedagógiai tevékenységgel összefüggő, vagy kutatói adatbázisokkal összefüggő adatkezelések. Az érintetti jogok pedig, akiknek az adatait kezelik, az első kapcsolat felvétől kezdődően, közérthetően és átlátható módon kell tájékoztatást adni arról, hogy mi történik, hogy történik. Az érintettnek akár másolatot is kötelesek vagyunk kiadni arról, hogy milyen, de betekintést feltétlenül, hogy milyen adatokat kezelnek róla. Joga van arra, hogy a lakcímadatát módosítsa a látogató, hogyha, vagy a e-mail címét, hogyha az megváltozott. Ha jogszabály kivételt nem tesz, akkor jogosultak beklikelni azt, hogy több hírlevelet nem kérnek. Adatkezelés korlátozásáról és az egy adatzárulást jelent. Adathordozhatósághoz való jog, ha például az egészségügyi adataimat át akarom vinni egy másik szolgáltatóhoz, és így tovább, és így tovább. Automatikus döntéshozatali rendszer az okos otthonoktól kezdve egyéb különböző technológiai megoldások léteznek, hogy hogyan befolyásolják mondjuk a vásárlást. A munkavállalók és partnerek személyes adatai tekintetében a munkatörvénykönyv meghatározott rendelkezéseket tartalmaz, adattovábbítás az csak engedély, illetve jogszabály alapon történhet, a munkavállaló magánéletének ellenőrzése tilos, legfőjebb vagyonbiztonsági vagy életbaleset megelőzési okokból lehet a dolgozóknak ilyen kamerás megfigyelés alá venni. Probléma szokott lenni az anonim álláshirdetésekkel. Ha nem anonim, akkor egy kicsit jobb helyzetben van mindenki, mert akkor pontosan tudja, hogy ki hirdette meg az állást, ő kinek fogja beadni az ajánlatát. Ha az CV-knek a kezelése igen fontos, hogy ha felvettük a dolgozót, akkor ebben a körben kell kezelni, ha pedig nem vettük föl, akkor kötelesek vagyunk választ adni nekik, hogy nem fogadtuk el az ajánlatát, a jelentkezését, és ezen kívül vagy kötelesek vagyunk megsemmisíteni az összes adatát, amit beküldött, vagy visszaadni az ő kezébe. Csak olyan adatot gyűjtünk bárkiről, ami a meghatározott célhoz kötött, és esélyegyenlőségi törvény figyelembevételével, vagy ha kifejezetten kritikus adatokat egyáltalán nem, de hogyha például fogyatékos embereknek a munkavállalását akarjuk lehetővé tenni, akár egy múzeumban is,
akkor viszont nem tilos az ilyen típusú adatkezelés. Ahogy mondtam, a munkavállalók ellenőrzése az korlátos, és a lényeg, hogy kinek milyen személyes teendője van az adatok jogszerű kezelése érdekében, tudatosan kell a saját és mások adatait használni, nem pletykáljuk el a szomszéd adatait, mert ugye tiszteletben kell tartani, erre a GDPR is kötelezettséget ró ránk. Ugye ez a vicces oldala, de gyakorlatilag adatkezelési szabályokat sértünk, hogyha engedély nélkül mindenféle adatokat adunk meg másokról. Én azt javaslom, hogy mindenki tudatosan éljen az információszabadság és önrendelkezési jog által adott jogokkal, és a privát szférában is gondoskodjon a különböző technológiai eszközeinek a biztonságáról, és nem tilos oktatásokon, továbbképzéseken való részvétel, mert ennyiben gazdagodunk és tiszteljük, becsüljük egymás személyét az adataink keresztül is. Köszönöm szépen, hogy meghallgattam.